Szervusztok, B vagyok, és ez a játék itt Cataclysm Bright Nights, pontosabban Cataclysm Dark Days Ahead lenne, a Bright Nights kiegészítővel, vagy forkkal, hogy inkább jobban fogalmazzam, mert ez nem egy kiegészítő. Nos, ez egy terminálban játszott roguelike post-apokaliptikus RPG, és hát mind a zsánerben több játék, mint Dwarf Fortress és a hasonlók, igazán nehéz lehet elkezdeni játszani vele, háromokból kifolyólag. Az egyik, hogy általában nem is tud megalapítani, hogy mit látsz a képernyőn, mivel többnyire ASCII grafikával vannak ezek a játékok. A következő probléma, hogy nem is tud irányítani, és a harmadik probléma ennek a kettőnek a folyamánya, hogy fogalmat sincs, hogy csinálsz-e bármit is, és főleg azt se tudod, hogy mit kéne, ami hasznos számodra. Nos, leginkább azért, mert hatalmas nagy komplex struktúrája van az ilyen játékoknak, inkább a mélységre és részletességre megy, ugye, nyilván, mint a grafikára. Szóval ennek szellemében szeretnék elkezdeni egy tutorial sorozatot, egy hatalmas nagy csillaggal meg bélyegezve, ugyanis nem egy mindenre kiterjedő tutoriált szeretnék csinálni. Ennek két oka van. Az egyik, hogy én sem tudok mindent nyilván a játékról. Erről majd fogok beszélni, de sok-sok verziója van, sok-sok moddal, és mindegyik lehet különböző, akár irányítás szempontjából is már olyan nagyon alapvető dolgok, mint hogyan navigálsz menükben. Amennyire tudom, az összes lehetséges módot el fogom sorolni, amikről legalábbis én tudok, hogy navigáljatok a menükben. Illetve van több sorozat is, amiket tudok ajánlani, ez a Varmatrax-nek a Cataclysm University, azt hiszem ez a sorozat neve. A másik Duvernek sajnos nem írtam rá a nevét, és így nem is jut eszembe, de a leírásban ott lesz az ő tutorial sorozatához is a link. Oké, viszont miért mindenképp szerettem volna is csinálni egy tutoriált, azon kívül, hogy szerettem volna a játékról beszélni, az, hogy nagyon sok mindent az ember olyan billentyű kombinációkon keresztül ér el, ami egy angol billentyűzeten viszonylag könnyen elérhető. Egy magyar billentyűzeten nem annyira feltétlenül. Főleg, hogyha egy laptopra játszotok például, amin nincsen numpad, az egészen bonyolult tud lenni. Szóval szeretnék ilyen kis max 20-25 perces epizódokban beszélni témákról, miközben haladunk előre a játékkal, mint hogyha ez egy ilyen let's play lenne valamennyire. Szóval fogok beszélni, hogy hogyan kell játszani a játékot, tehát hogy egyáltalán hogy tudtok a menükben haladni jobbra-balra, stb. Illetve arról, hogy kis tippeket adni, hogy hogyan érdemes elkezdeni az első néhány napot, és így tovább. Úgyhogy hát minden további nélkül ebben az epizódban nem szeretnék még, ez csak egy ilyen kis bevezető lett volna. Egy dolgot nézzünk meg, hogy azért a játéknak a tutoriál szükségességét és a játék mélységét demonstráljam. Úgyhogy menjünk át a Settings menübe, ezt a jobbra-balra a kurzor nyirakkal tudom megtenni, és nyomjunk Entert. És hát nézzük meg Keybindings-t. Szóval ez az összes lehetséges cselekvés, amit a játékban csinálhattok, és a hozzátartozó gombok. Na most az első ilyen, amit ki is emelnék, az itt most legfelső két opció, lépcsőkön föl-e mozogni, és hát látjátok, hogy ezt a kacsacsőr vagy angled brackets gombokkal tudnátok megtenni. Hát egy magyar billentyűzeten nem feltétlenül tudja az ember, hogy ez hol van egyébként. Alt-GR, hosszú I és Y-on van rajta, meg Alt-GR, azt hiszem kérdőjel vagy vesző és aláhúzás vagy kötőjel gombokon van még. Viszont ez egy olyan dolog például, amit én legalábbis biztos, hogy azt fogom majd tanácsolni, hogy nyissátok fel a helyzeti menüt, az az Enter lesz, és ott nagyon hamar meg lehet találni ezt a cselekvést. Viszont vannak mások, mint például ez a mostani legfelső, Advanced Inventory Management. Ez majd egy külön videó lesz, lehet, hogy akár kettő is. És a Perjel, például Perjel az olyan, amit viszonylag könnyen megtalálhattok egy magyar billentyűzeten, és hogyha van numpadetek, akkor ott van ugye az osztás szimbóluma, hogyha nincs, akkor ugye Shift 6. És ez egy egész fontos dolog ebben, hogy én eredetileg úgy gondoltam, hogy úristen,
Most meg kell keresnem, hogy ez a sok buzi gomb, ami angol billentyűzeten ott van elsőre, az most a hosszú ű, vagy á, vagy é, vagy éppen hova van lemappolva egy magyar billentyűzeten. De nem. Még az olyanok is van, a kalap, ugye, ami a AltGr 3 karakter, és az speciálisan olyan, ugye a magyar billentyűzeteken, hogyha elsőre begépítek, csak lenyomjátok, akkor nem is feltétlenül viszi be a karaktert, hanem le kell nyomni hozzá, mit tudom én, még egyszer az AltGr 3-at, vagy egy betűt, vagy szóközt, vagy ilyesmi. És ez itt meglepetésemre ugyanígy működött. Szóval, hogyha le kéne nyomni az AltGr 3-at, akkor kétszer kell nyomni az AltGr 3-at, hogy ténylegesen regisztrálja, pontosan emiatt. És de mindegy, az a lényeg, hogy ahol megtalálnátok egyébként a karaktereket, ott megtaláljátok tényleg a karaktereket, és nem kell megtanulni ilyen buzi izékat, hogy ó, angled bracket jobbra, hosszú ű, mert hogy alapból ugye közösen lenne hozzá egy magyar kiosztású billentyűzetem, vagy egy magyar billentyűzetem. És hát most azért látjátok, hogy egész sok lehetőség van azért. Ezek nem ilyen extrém, eldugott, csak bizonyos helyzetekbe kellenek parancsok, hanem ilyenek vannak itt például, mint fölvenni valami ruhadarabot, lerakni egy ruhadarabot, enni, olvasni, stb. Szóval ez az alapirányítása a játéknak, és mint látjátok, nem egy rövid lista. És mindegyik akár egy külön saját panelt is hoz föl, aminek saját irányítása van, stb. Én azt mondom, hogy egész intuitív a játék, hogyha egyszer az ember fel tudja venni ezeken a paneleken belüli kis navigációt, viszont nehéz lehet ezt megtanulni. Szóval ebben a videóban nem is szerettem volna igazán jobban belemenni ennél. A következő videókban egy világot fogunk csinálni, tehát úgy egy új játékot szeretnénk ugye elkezdeni. Szóval fogunk csinálni egy világot, fogunk csinálni egy karaktert, és utána, hát utána már ben vagyunk a játékban, és hát első néhány napi túlélés. Ezt én szerintem egy minimum 5-6, akár 10 videóban is fogjuk végigcsinálni, mire eljutunk odáig, hogy kimegyünk az ajtón. Olyan nagyon sok fontos dolog van, amit meg kell tanulni az irányításról. És hát... még amiről beszélnem kéne az első videóban, és amit említettem, hogy több fork van a játékhoz. Ez azt jelenti, ha valaki esetleg nem tudja ezt a kifejezést, alapból lefejlesztették ezt a programot egyszer, és ennek a kódja közé van téve, ez egyébként egy nyílt forrás kódú játék. És pont emiatt vannak többen, akik elkezdték modolni, vagy elkezdték a saját kis fejlesztésüket csinálni. Ez azt jelenti, hogy az eredeti kódbázisról kicsit így lekanyarították a saját kis részeket, ezt úgy képzeljétek el, mintha a vasút vonalak így egy kikanyarodik a másikból. És nyilván vissza-vissza tudja frissítgetni az eredetét is a saját forkjára, ezt hívják egy forknak, viszont hogyha már elkezdett egy olyan fejlesztést, ami miatt a kettő ütközne, vagy csak szimplán nem akarja a frissítéseket behúzni, akkor különbözni fog az ő fejlesztésettől. Na most nyilván a fő vasútvonalról is több forkot le lehet indítani, viszont senki sem kérdezi meg, hogy az egyes forkoknak több forkja legyen. Sőt, mi több, nyilván, ahogy halad előre a fejlesztés, akár a főszálon, akár a forkokon, ez több verzióban fut. Tehát, hogy amit most mi játszunk, az egyébként azt hiszem 0.3e, mint ellipszis, vagy epsilon, valami ilyesmi. Ez a legfrissebb, stabil verzió kb. 2020 őszben. Éles a Bright Nights. Hát ez az egyik legnagyobb ilyen mod csomag, hogy úgy mondjam. Ez... hát van körülötte egy kis dráma, néhányan lenézik, néhányan nem. Én azt mondanám, hogy egy kis realizmust ad a játékban, viszont cserébe, mármint hogy egy kicsit több realizmust ad a játékban, viszont egy cserébe bizonyos dolgokat kivesz vagy leegyszerűsít. Szóval könnyebb elkezdeni ezzel játszani, kicsit pörgősebb lesz, és talán egy kicsit szórakoztatóbb, hogyha nem csak nem az abszolút realizmus az, ami érdekel titeket, plusz, bár ez engem abszolút nem érdekel, van egy győzelmi kondíció is a Bright Nights csomaggal együtt. Szóval alapból a játék az csak egy ilyen sandbox survival szimulátor, és nem lehet effektíve megnyerni. Nagyon sok napig túlélhettek, vagy kitűzhettek magatoknak célokat, és akkor
szuper jók lesznek, viszont soha nem fogja kiírni, hogy congratulations, your winner. Cserébe a Bright Nights kiegészítővel nem fogom lelőni, hogy mi, de van egy győzelmi feltétel a játékban, szóval meg lehet nyerni. És ez az egyik dolog, ami miatt egész sokan lenézik, de szerintem igazából abszolút mindegy. Oké, na ebben a videóban akkor most már tényleg ennyi, és remélem fölkeltettem valakinek az érdeklődését, bár magáról a játékról kb. Nulla, amit beszéltem, és talán ez kicsit fontosabb lett volna. Hát én úgy gondolom, hogy aki egy tutoriált néz, az már legalább tudott a játékról valamit, szóval nem annyira nagy probléma ez, amit esetleg ki szeretnék még hangsúlyozni, hogy én eredetileg úgy találtam a játékra, hogy hát szóval, hogyha ilyen képeket láttok az interneten, amin anime lányok vannak derékről lefele csápokkal, és nem hentai, hanem olyan, mintha a stalkerből léptek volna ki, nos, akkor valószínűleg erről a játékról láttok fanartot. És engem ez fogott meg eredetileg, nem a viabú része, viszont a stalkeres része. Szóval ez egy ilyen érdekes kombinációnak tartottam. Na jó, akkor ez remélem elég kett csinálok volt, és szervusztok!